Szeptember 5-én csütörtökön nyitották meg a Fotó Kozma Fotófesztivált, amelyet évente megrendeznek a Vértes környékén, és olyan projekteknek ad helyet, ahol a fókusz az ember és a természet kapcsolatán van. Idén Radisics Milán fotográfus és csapata 16 helyszínnel és összesen 220 képpel készült a kiállítás sorozatra. A hazai és nemzetközi díjazott fotográfusok bemutatják a természet szépségeit, a fennhatóságot, a klímaváltozást és az ember hatását a környezetre. A kezdeményezés a természet és az ember kapcsolatára fókuszál minden egyes kiállításával, és azzal a céllal jött létre, hogy a jelenlegi problémákat, amelyek két részből adódnak, bemutatják a szép természetet és a szép természetnek a károsítását. Ezeket szeretnénk szembesíteni, hogy az embereket felébresszük és szembesítsük azzal a ténnyel, hogy nagy problémák vannak és lesznek a jövőben. A kiállítás egy része a Fotó Kozma, ami természetünk verseny 2024-es nyertes képeiből lett összeállítva, amely mindössze a 30. természetfotós pályázat a világon. Így több mint 2000 fotó érkezett a világ 41 országából. Ez egy környezetvédelmi fotópályázat. A nevében benne van a kétértelműség, tehát nem csak a körülöttünk lévő természetre gondolok, hanem a mi emberi természetünkre, amely olykor borzasztó, olykor pedig feltaláló és eredményeket kereső. A kültéri természetfotó kiállítás ünnepélyes megnyitóján, a mi természetünk nemzetközi fotópályázat díjátadóján Áder János korábbi köztársasági elnök, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke az esemény fővédnökeként mondott beszédet, melyben a természetvédelem fontosságát és a fotók üzenethordozó erejét hangsúlyozta. A Fotó Kozma szabadtéri kiállításai itt, Csákváron és környékén idén ősszel ismét arra vállalkoznak, hogy felnyissák az emberek szemét. Hogy elgondolkodhassanak, hogy üzenjenek, hogy gyönyörködtessenek. Az idei 250 kép segítségével láthatjuk egy levél erezetét, az egymásra boruló jeges medvék bundáját, az óriási halat a liliputiak között. Csákvár és környéke a következő két hónapra ismét kulturális szigetté alakul a fotóknak hála. Az ingyenes éjjel-nappal látogatható kiállításokat november 3-áig tekinthetik meg az érdeklődők.